Landplan Hotel, jövet menet, nálunk jókat alhat, ehet. Győr közelében a 81-es főút mellett várjuk vendégeinket. A Gyirmód TV videói a Landplan Hotel támogatásával készülnek. Veretlenül érkezett Gyirmódra a Váca Merkantil Bank Liga a negyedik fordulójában. A kék-sárgák viszont éppen a Balmazújváros elleni vereség után futottak ki újra a pályára. Az előző forduló sikertelensége ellenére azonban Szepesi László vezetőedző nem változtatott a kezdőcsapaton. A másik oldalon viszont egy változás volt az előző fordulóhoz képest, Borvető Áron helyett ötössel Földi Máténak szavazott bizalmat Zorán Spirsiak vezetőedző. A Gyirmód gyakorlatilag már az első pillanatoktól kezdve kezdeményezően lépett fel, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy már a második percben Herjecki labdájába próbálta volna beletenni a fejét. Egy támadó, ez így még nem volt az igazi, viszont itt van már is a következő lehetőség. Varga adja be kiválóan a labdát, és Szarka pedig a védőt és a kapust is megelőzve fejjel a hálóba. Azonnal megvan tehát a mérkőzés elején a vezetés a Gyirmód FC Győrnek. Szarka pedig a bajnokságban a második gólját szerzi. Ez itt a 9. perc, és megint Szarka a főszereplő, legalábbis most ő szerez labdát, és teszi is tovább Hefflernek. Heffler pedig egy csel után el is tudja lőni. Kellett a védés a Váci kapustól. Továbbra sem enyhül a Gyirmód nyomás a vezetés tudatában sem. Ez itt már a 16. perc a mérkőzésen, egy baloldali támadás. A beadás nem tűnik az igazinak, viszont Hefflert buktatja a 16-oson belül Dursó, teljesen jogos a 11-es. Nagy Patrik pedig hatalmas gólt lő, hiába nyújtózkodott, Halasi Péter a Váci kapuban nem volt esélye a hárításra. Nagy Patrik bomba gólt ragasztott a bal felső sarokban, neki is a második gólja egyébként, és közben fordulnak a váciak. Varga Szabolcs kap remek labdát, aztán még egy cselt is meg tud húzni. Javít viszont Présinger mellette húzta el a labdát Varga Szabolcs. Ez már a 29. perc a mérkőzésen, próbálnak felszabadítani a váci védők, nem sok sikerrel. Nagy lövést eresztett meg Présinger jó 25 méterről, de fölé. 35. perc, ez egy váci lehetőség, rövid a felszabadítás, és ezt használjuk is Zsolnai, lőni is tud, Rusák rajta van, de mellé megy. Nem marad válasz nélkül az előző lehetőség, 5 perc van még hátra a félidőből, és egy remek beadás Hefler felé, Hefler pedig lő is, és bizony-bizony kellett a bravúr Halasitól. Szeretett volna azonban csökkenteni még a hátrányán lehetőleg a szünet előtt. A Váci éppen Pintér próbálkozott egy lövéssel, és megpattan, így lesz veszélyes, de Rusák ezt is összetudta még szedni. És ez pedig már az utolsó momentum az első félidőben, szép cselek Tóttól. Belevetődnek azonban, így nincs meg a szépítés. 45 perc játék után 2-0-ra vezet a Gyirmód. Ez itt pedig már a második félidő, Strescsik futtatja Présingert. Présinger pedig be is tudja tenni középre, Herjecki elől azonban sikerül kitenni a labdát. Aztán egy gyors szabadrúgással próbálkozik a Vác, Kákonyi teszi Zsolnai elé, ő pedig el is tudja lőni, Rusák pedig összeszedi. Aztán egy érdekes szituáció, illetve mindjárt kettő, ugyanis két 11-es reklamálnak. A váciak, az első szerelés teljesen szabályos, a második viszont már nem annyira, viszont ez is a vonalon kívül van. Csillag áll oda a szabadrúgáshoz, és nem is rossz lövés, kell a bravúr Rusák Edvártól. Aztán a 63. percben szabadrúgás a másik oldalon, Strescsik teszi középre a labdát, és úgy tűnik, hogy ez kipattan és nem lesz belőle nagy veszély. Hefler viszont vissza tudja tenni Strescsiknek, és ez így már veszélyesebbnek tűnik. Strescsik átteszi a jobb lábára, nem tévedett sokat. És egy kulcs pillanat a mérkőzésen, ugyanis utolsó emberként Földi felvágja Herjeckit, így azonnali piros lapot kap a játékvezetőtől. A második félidő derekán tehát megfogyatkozik a Váci együttes, és megint Strescsik a szabadrúgásról, és a kapufára vágja. Most egy kicsit szerencséje is volt a Váci csapatnak. Ez itt pedig már a 89. perc, félpályáról indul az akció. A passz tökéletes Lázár Patrik irányába, hiszen beragadt egy védő, Lázár pedig Szarkának tökéletes labdát ad. A csatárnak már csak annyi a dolga, hogy behelyezze a labdát a kapu jobb oldalába, 3-0 ezzel.
és Szarka Ádám szintén a harmadik gólját szerezte a bajnokságban. És itt a vége a mérkőzésnek, a Gyirmót FC kiköszörülte tehát a Balmazújváros ellen elszenvedett csorbát, a Vác pedig első vereségét szenvedte az idei szezonban. Összeállításunkat támogatta a Landplan Hotel.